Jó, a legújabb elnevezés szerint illúzionista. és még sok, igen, azt a jelzőt is megkaptam már. Én próbáltam jegyzetelni, úgyhogy azt szerint haladnék. Elhangzott itt a végrehajtókkal kapcsolatban számos kritika, hát az teljességgel igaz. Tehát az, hogy tényleg egy asztalos bácsiból egy véres, kegyetlen végrehajtó tudott válni, ez igaz. Ez igaz, nagyon súlyos hibának tartom, hogy jogvégzetlenül, stb. Ez előfordulhatott ez a helyzet, úgyhogy az állami monopóliumba való visszahelyezést azt jónak tartom, de nem nemzeti. Tehát ne legyen, mint a dohány volt, tehát nemzeti, akkor ugyanott leszünk, mint most. Tehát, úgyhogy ezt fontosnak tartottam megjegyezni. Hát ott egy nagyon pontos szabályozás kell szerintem, hogy ez így létrejöjjön. A másik, hogy nagyon sokan felvetették már, hogy Orbán Viktor is elhangzott tőle, hogy pénteken megemlítette, hogy hát hozzá most jutott el az, amit Róna Péter 2 éve mondt, hogy hibás a termék, és 2 év után akkor a miniszterelnök, hogy lehet, hogy hibás a termék. Tehát lehet, hogy ugrálnak ki az emberek az ablakon, lehet, hogy csak jó, tudjuk azt is, hogy hajlamos a magyar, azt is megmondta Kovács Levente pap, hogy ez teljesen normális magyar szokás, hát nem tudom, hungarikum lenne, tehát azért úgy gondolom, hogy őt nem fogjuk látni köreinkben szerintem, tehát ő nem fog ide eljönni, ez majdnem biztos. Én úgy gondolom, hogy attól hibás ez a termék, amit még nagyon sokan nem mondtak ki, és itt Varga Istvánra is utalnék, hogy mit várunk attól, hogyha meg lesz állapítva, hogy nincs mögötte deviza. Hányszor állapítsuk még meg, hogy nincs mögötte deviza? Bizonyíték is van már rá. 2009-ben a Svájci Nemzeti Bank közgazdászai elkészítettek egy tanulmányt a Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF adatszolgáltatása alapján, hogy a hazai devizahitelezés mögött elenyésző mértékben van valós. És ez fontos, és szerintem erre utalt Varga István, hogy itt majd elmagyarázza, hogy mikor van mögötte fedezett, mikor is mögötte. Tehát valós devizaforrás, olyan devizaforrás, ami azt eredményezi, hogy a bankok számára az árfolyam, az egy kockázatot jelent és egy költség, ilyen forrás nincs mögötte. Tehát ezzel ellenkező véleményt a bankoktól nem hallottunk. Sokáig van mögötte deviza, de hát nem mindegy, hogy milyen deviza van mögötte, stb. Hogyan állítják elő a forrásokat, ez egy nagyon érdekes történet, és én szerintem azt megint nem tudjuk 3-4 millió adóshoz eljuttatni a swap ügyletek rejtelmeit. Így van. Könyvelésileg ez egy létező banktechnikai ügylet, ahova én a legjobban be tudtam azonosítani, de be tudom dugni máshova is ezt a konstrukciót, az a hitel kockázatok átruházása irányuló származtatott pénzügyi eszköz. Tehát most mi itt azt játsszuk, hogy a magyarok gyakorlatilag az egész világon be fogják tiltatni a deviza hitelezést egy szabálytalan szerződéskötés kapcsán. Tehát tulajdonképpen kicsit szembe megyünk az EU-val, és az is látszik, hogy szembe megyünk az EU-val, hogy kötelezettségszegés eljárás indult hazánk ellen a deviza hitelezés korlátozása miatt. Amit én az uzsora hitelezés korlátozásának hívok egyébként. De viszont ha az állam ezt nem tette volna meg, ugye akkor még tovább terjedhetett, én úgy gondolom, és ezt mondta az EU is, hogy esetleg a fogyasztóvédelmi szabályok szigorításával, teljes körű tájékoztatással és a hitelbírálati szempontoknak pontosításával ez a termék ez továbbra is folyosítható. És ezzel egyet kell érteni. Hát nem kell messze menni, meg kell nézni az államadósság kezelő központot, kiválóan csinálja a dolgát. Hát akkor ez a kíváncsi csinálja a dolgát. Mondjuk amit egy érdekes és a Jobbik itt van, úgyhogy megemlítem nekik, hogy én azt nem értem, hogy visszafizettük lassan, már csak 1-2 milliárd euróban, 1-2 milliárd szavos euróban, amit vissza kell fizetni az IMF pénzből, hát egy gyerekek az államadosság meg nem csökken. Hát itt viszont kötvénykibocsátás csak 1300 milliárdos nagyságban volt, hát itt valami olyan mutyi van, amit a lakosság elől most dugdosunk, mert a jobban teljesítést azt most elismerték, mert bizonyos szinten megszűnt a kötelezettségszegési eljárás, de nem teljesíthetünk jobban, ha adósodunk el. Vagy ez csak, vagy rosszul látjuk a számokat, vagy esetleg másik mesét nézünk. Tehát azok, akik jobban teljesítésről beszélnek, azok így nézik, vagy a saját helyzetüket nézik, az üléspont határozza meg az álláspontot, ami úgy gondolom, hogy egy rossz kiindulási alap. Tehát én nem várok nagy csodát attól, hogyha megállapítjuk most már sokat gyára, hogy nincs mögötte deviza. A bankok egyébként általában
ha feltesszük nekik a kérdést, és hivatkozunk arra a tanulmányra, ami egyébként elérhető mindenki számára, nem beszélnek róla. Tehát megoldottuk ezt speciális. Nem banktitok, üzleti titok. A banktitok az üzleti titok. De értem a banktitok. Én azt mondom, hogy annyira küzdünk az ellen, hogy érvénytelenek a szerződések, semmi se. Így van, magunk között vagyunk, tehát beszélgethetünk róla. Üljünk fel mi gyakorlatilag arra a lóra, amit fordítottettek elénk. Tehát mondjuk azt, hogy ezek a szerződések érvényesek. Elfogadjuk teljes mértékben érvényesek a szerződések. Viszont egy szabálytalan szerződéskörés történt. Az érvényes szerződésénk ellenére ez is nekünk árt okozott. És ezért a kártérítéssel kívánjuk kompenzálni, és akkor megmarad a szerződés valamilyen formában, vagy ugye a bíróság szerint is ez a mostani ítélet is érvényessé. Jó, legyen érvényes, de gyakorlatilag hazánk hatósága, a pénzügyi fogyasztóvédelem nem látta el a feladatát. És el tudott terjedni ez az úzsora konstrukció, mert ez ettől hibás termék, tehát a magyarok nem feltaláltak valamit, hanem rosszul alkalmazták ezt a hitelkonstrukciót. Na hát itt belemeltünk abba, hogy ahonnan Varga István érkezett, pontosan az, amiatt fordulhatott ez elő szerintem, hogy itt így alakult a magyar lakosság helyzete, tehát súlyos jegybanki ellenérdekeltség miatt fordult ez elő. Még egyszer megemlítem az újaknak, hogy idén a magyar állam a fizetési kötelezettségét természetesen japán jenben fizette meg az IMF-nek. Egy riporter volt az összes médiával, aki megkérdezte, hogy miért jobb IMF. Hát a nemzetgazdaság miniszterem gondolkodott egy picit, és azt mondta, mert abban kérték. Na én megnézem azt az IMF-et, aki gyakorlatilag olyan nagy szarban van, hogy a magyar államnak egyhavi részletet, hát adjátok japán ember, tehát a magyar állam előtt átváltogatta az euróforrásokat, és én úgy gondolom, hogy itt egy picit lebukott az elkövető. Úgyhogy ez az érvényes a szerződés, de szabálytalan szerződéskötés miatt kártérítést kérünk, és akkor onnantól kezdve nem szaladgálunk a bíróságra, hogy érvénytelenítsük a szerződést, hanem kártérítési igénnyel, pontosan meghatja a kártérítési igénnyel. Természetesen a hazai jogszabályoknak a fogyatékosságát, szabályozás, azt mi is látjuk. Tehát én azt veszem észre, hogy azért kellett, és nagyon hasznos az az ügyvédi társadalom, aki föllép ez ellen a perek ellen, mert ők gyakorlatilag a meglévő fegyvertárból kénytelenek dolgozni. Sokkal jobb lenne, ha volna egy jogszabály, volna egy felügyelet, aki azt mondja, azon a közérdekű perben, bár akkor eleve már korábban meg kellett volna ezt tenni. Tehát én azt mondom, hogy egyre inkább oda megyünk, hogy már minden megoldás időn túli lesz, csak amit mi mondunk meg ott a Laciék mondják jól, és még páran, hogy végképp el kell törölni. Mert miről van itt szó? Hogy mi azért aggódunk itt az asztalnál néhányan, rajtam kívül az biztos, hogy az uzsora tőke az vissza legyen adva. Tehát az uzsora tőke, amit felhasználtak ellenünk ebbe a konstrukcióba, azt mi visszaadjuk, hát úgy tisztességes. Hát igen, úgy lenne tisztességes, ha nem arra használták volna, mert olyan dolog, hogy valakinek adok kölcsön, az vesz belőle egy fegyvert és ledugrant vele. És akkor azon vitatkozunk, hogy most nekem végül is én adtam rá a pénzt. Tehát kicsit, én azt látom, és itt ahogy jöttünk erre felé, hogy akkor megkaptam én az üzenetet, hogy szeptemberben tudjuk ezt megoldani. A nagy megoldást a szeptemberben fogjuk, amikor igenis tömegek fognak hömpölni az utcán, a többféle károsult csoport az össze fog fogni, össze fogunk érni, mert előbb-utóbb itt mindenki az utcán lesz, tehát nekem nincsenek kétségeim a felett, hogy itt nagyon sok embert ki fognak tenni a lakásából. Elhangzott, és aztán nem is rabolom én az időt tovább, hát ha van még itt hasznos hozzászólás, a horvát ítélet. Hát, azért súlyozzuk már kicsit a problémát, ott 4,3 millió embernek volt 100 ezer darab ilyen hitelszerződése, itt 10 milliónak van másfél millió hitelszerződése. És ott aztán még adjuk, hogy milyen nagyságrenden, arról nem, azt nem tudtam kideríteni sajnos, hogy nemzetgazdaságot érintő nagyságrendben folyta ez a tevékenység, valószínűleg nem. Tehát azt pedig elvárni, hogy a másfél millió darab károsult és már a halottak is polgári peres eljárásban, ez ugye mindenki egyetért vele, hogy nem kivitelezhető. És elmondom azokat a példákat, mert ebből mindenki tanul. Nekem egy osztrák ellenféle szemben van egy olyan perem, ami 11. évével lépett, és most is első fokon vagyunk.
Tehát itt az, hogy a bíróságok, ez is egyébként fővárosi törvényszék, tehát én a Lehman úrra nagyon támogatom abban, amikor azt a hét bírót ott följelentette. Nem is nagyon van ott szerintem a fővárosi gazdasági kollégiumnál, sokkal több, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. Hát ezek az akadályok vannak, Én úgy látom, hogy állami befolyás nélkül, és most nem az, hogy a Fidesz fogja ezt megoldani, állami akarat nélkül ez házon belül nem fog megoldani soha. Tehát van egy kászolyi eset, én sokszor föl szoktam hozni a kis közösségünk előtt, az pedig arról szólt, hogy hát ott is volt a nuzsrált konstrukció, új lakás, egy lakásfoglaló tulajdonképpen az új tulaj, és a régi tulaj ki akart tenni az utcára, az tiltakozott, minden, stb. Hát ott mindenki meghalt, csak a szociális munkás nem, mert az kiengedte, és lepuffantott mindenkit. Aztán magával is végzett. Miért kell ezt megválni, jó emberek? Tehát azért legyünk már annyira normálisak, és ne hűljünk meg már teljesen, hogy hát jó, hát a bankok, a szegény bankok, meg bankrendszer. Nem, ez a bankszövetség egyébként, ez ilyen bankkonfederáció tagja. Az ilyet ezek is kirekesztenék maguk közül, ha pontosan tudnák, hogy miről van szó. És az a helyzet, hogy szerintem hamarosan tudni is fogják, mi ezért minden meg is teszünk. De az, hogy csak mi teszünk meg, az nem biztos, hogy elég. Tehát mi az Európai Bizottságon is fordultunk, amiatt, hogy a hazánk ellen kötelezettségszegési eljárást indítottak a devizahitelezés korlátozása miatt, mert az EU nem támogathatja ezt a fajta hitelezést, és olyan meg nincsen, hogy az új fogyasztókat majd védjük, a régiek jogfosztott helyzetét meg nem ismerjük el. Én megjelöltem az Európai Emberi Jogi Chartának azokat a pontjait, azokat a cikkeit, amiket szerintem ez a kötelezettségszegési eljárás megsértett, tehát az egyenlő bánásmód, az mindenképpen, tehát az új pénzügyi fogyasztók nem majd jobban vigyázunk, amikor eddig is ugyanúgy vigyázni kellett volna. Nincs új törvény. A régiek nem lettek betartva, nem kerültek alkalmazásra. Úgyhogy ez az Európai Bizottságnak ez az anyagunk átment, átvették, de hát valószínűleg további fogja követni. Én azt mondom, hogy hamarosan oda kéne menni mindenkinek, nyári szünet ide-oda, ha az Európai Bizottságot beblokkálni gyerekek. Mi voltunk már ott félnek tőlünk. Tehát ott félnek tőlünk, az ott lakó kis közösség, a Lövőház utca és környéken, nincs ehhez hozzászokva, hát hozzá kell őket szoktatni. Hogy bizony a célpont most az áldozat fölkelt, és bizony elégtétel fog venni. Úgyhogy ez az én rövid véleményem, köszönöm, hogy meghallgattátok.